Kedves nézőink, a Szerencsi Híradót látják, köszöntöm Önöket, Maknik Evelin vagyok. Az elkövetkezendő időszakban Szerencsváros önkormányzatának megbízásából a Globa Televízió készíti a város életéről szóló heti közéleti magazint, amely minden szombaton 17 órakor kerül adásba. Nézzük az elmúlt napok legfontosabb híreit Szerencsvárosából. Adventi úti versenyt szerveztek Szerencsen. Együtt karácsonyoztak az ondiak. Adventi hangversenyt tartottak Szerencsen. Amerikai tematikájú programot rendeztek Ondon egy helyi civil szervezet az Ongyó szervezésében. Az esemény során amerikai hotdogot szolgáltak fel, tombola sorsoláson vettek részt, valamint a község régi lakosa Tóth Bertalan is becsatlakozott online videóhívásban. Negyedik alkalommal és idén másodjára került megszervezésre az Ongyó elnevezésű rendezvény november 25-én az Ondi Idősek Klubjában. A civil szervezet kezdeményezéséből megvalósuló események célja, hogy erősítse a helyi közösséget. Ez alkalommal az Amerikai Egyesült Államok köré alakították ki az alkalmat, amihez illeszkedett a program és annak tematikája. Amerikai jelképek kerültek kihelyezésre a helyszínen, többek között megjelent az ország zászlaja, country zene szólt a háttérben és külön asztalt is kidekoráltak, amin az államokból gyűjtött tárgyak kerültek kihelyezésre. Minden résztvevő kapott érkezéskor egy egyedi kitűzőt és egy tombolát. A megjelenteket Kun Dávid, az ötletgazda köszöntötte. Elmondta, hogy ez a nap egy volt ondi lakos Tóth Bertalan közreműködésével valósult meg, aki szimpatikusnak találta a kezdeményezésüket. Az Ongyó csapata Tóth Bertalan, vagy ahogy többen ismerik Ondon, Berci bácsi támogatásával és tőle inspirálódva valósította meg ezt az összejövetet saját forrásaikkal kiegészítve azt. Lehetőséget akartak biztosítani a helyi lakosok számára, hogy kiszakadjanak a mindennapok körforgásából. Kun Dávid beszédében visszaemlékezett arra, amikor 3 évig ő is kint élt az Amerikai Egyesült Államok fővárosában, Washingtonban, és milyen pozitív élményekkel tért onnan haza. Az Ongyó egy civil kezdeményezés, amely ezen az éven most már negyedszer valósul meg, pontosabban negyedszer kerül megrendezésre az Ongyó, és az éven már másodszor. Ezúttal amerikai köntösben történik ennek a megszervezése. Ez onnan indul, hogy megkeresett engem Amerikából egy egykori ondi lakos, Tóth Bertalan bácsi, aki arra gondolt, hogy ez alkalommal szeretné anyagilag támogatni ezt az eseményt, amit én nagyon nagy hálával fogadtam. Az Ongyó kezdeményezésnek a célja, hogy egy évben legalább egy alkalommal barátaim segítségével, pluszban önerőből, bevonva természetesen a helyi ondi lakosokat, egy olyan közösséget szervezzünk, ahol mindenki jól tudja magát érezni, ki tud kapcsolódni. Ez az elsődleges szempont, ugyanakkor a második pedig, és szintén fontos, hogy igyekszünk tenni is a faluért ezzel a kis közösséggel. Ebben az esetben például most egy amerikai hotdognak a szervírozásával, pluszban tombaláknak a felajánlásával, és a tombola felajánlásoknak a teljes bevételét az Idősek Klubjának a támogatására fordítjuk. Tóth Bertalan bácsi 20 éves koráig élt Ondon. 1985-ben disszidált először Ausztriába, később pedig Amerikába, ahol azóta is él a feleségével. Egy fantasztikus karriert futott be, innen Ondról indulva, és nagyon nagy szívvel és szeretettel gondol még 7600 kilométerről is az ondiakra, és ennek apropóján vagyunk a mai nap folyamán itt, és ezután is hálásak vagyunk neki még egyszer. Tóth Berti bácsi a Facebookon talált meg engem, az Ondiaknak van egy Facebook csoportja, és ott látta már korábban ugye szerveződött Ongyó eseményeket, és akkor figyelt fel rá, hogy ez egy abszolút civil kezdeményezés, és ő kifejezetten ezt a kezdeményezést szeretné most legalábbis ezen az alkalommal támogatni. Az alkalomra amerikai hotdoggal készültek a megjelentek számára. Az államok tradicionális ételéhez szükséges hozzávaló közé tartozik egy hosszú hotdog zsemle, virsli, mustár, ketchup, apróra vágott pirított hagyma és savanyú borka szeletek. Az elkészült ételeket kis amerikai zászlókat díszítették a szervírozás előtt. Az Ongyó csapat tagjai készítették el és szolgálták fel mindenki számára az ismert street food fogást. A jó hangulatú beszélgetések közben Berci bácsit is felhívták az interneten keresztül, aki elérzékenyülve köszöntötte régen látott ismerőseit és az együttgyűlteket.
Örömmel mesélt életéről és bemutatta jelenlegi otthonát, ahol azóta is boldogan él családjával. Tóth Bertalan 20 évesen hagyta el Ondot, amikor Ausztriába disszidált, majd 1988 nyarán érkezett meg Amerikába. Évtizedek elteltével is szeretettel gondol a falura, ahol felnőtt és annak lakóira. Azóta egy másik messzi kontinens távlatából is nyomon követi Ondi életét és a település eseményeit. A nap további részében a szórakozás részeként tombola sorsolást tartottak, amihez az ajándékba kapott szelvényen kívül továbbiakat is vásárolhattak. Ennek összegét és a kihelyezett becsületkasszába összegyűjt pénzt az Ondi Idősek Klubjának támogatására fordítják. Az Ongyó csapata lelkesen gondolkozik a kezdeményezésük folytatásán, amihez már most tele vannak ötletekkel. Terveik szerint a jövő év tavaszán szervezik meg következő eseményüket. Visszatérhet szerencsére az ulti kártyajáték hagyománya. Skorván József, a Szerencsi Rogi Klub elnöke szervezett ulti versenyt a Rákóczi várban, amelyre a környék több településéről neveztek be versenyzők. A későbbiekben szeretnék tovább folytatni az ehhez hasonló események megrendezését. Skorván József, a Szerencsi Rogi Klub elnöke egy korábban népszerű sokak által kedvelt kártyajátékot és annak hagyományait élesztette újra a városban. November 25-én adventi ulti versenyt rendezett a Rákóczi vár Árkád termében, amire a térség több településéről összesen 13-an érkeztek. Az ulti egy gyors és izgalmas kártyajáték, melynek célja, hogy a játékosok minél hamarabb megszabaduljanak a kezükben lévő kártyáktól. A játékban a színek és számok kombinációi alapján kell eldobni a lapokat, és az utolsó kártya eldobójától származó büntetőpontokat kerülni. Az ulti különlegessége, hogy a játékosoknak mindig el kell mondaniuk, ha egy bizonyos típusú kártyát húztak, ami extra taktikai elemet ad a játéknak. A Logiklub elnöke fontosnak tartja minden korosztály számára, hogy akár ilyen játékok által használják gondolkozási és logikai képességeiket, amit az élet egyik központi elemének tart. Most szerencsén újból elkezdtük a várba a ulti versenyek rendezését. Az éven kettőt fogunk csinálni, ez az első, és december 29-ig a Magyar Kártyanapján fogjuk a következőt. Aztán jövőre megbeszéljük majd a társasággal, hogy milyen ütemterv szerint működjünk. Ha jól alakulnak a dolgok, akkor minden hónap végén fogunk tudni rendezni egy versenyt. Hát az ulti az, aki nem tudja esetleg, mert vannak fiatalok, ők náluk nem népszerű, pedig a legjobb kártyajáték, a póker az csak jelenthet neki, mert igaz, ezt is pénzre játszák, de ezt nem pénzért játszák. Ezt azért játszák pénzre, hogy ezt komolyan vegye mindenki, és itt nem lehet hazudni, meg pókerarcot vágni, mert itt, amit bemond az ember, azt mindent meg kell játszani, be kell mutatni az ellenfeleknek, hogy igen, amit én mondtam, az úgy igaz, ahogy van, és most már fizessetek. Ha nem válik be a dolog, elveszíti, akkor meg neki kell fizetni mind a kettőnek. És hát ez észjáték. Úgyhogy nem olyan, hogy ész nélkül lehet itt pakolgatni a lapokat össze-vissza. A 66 az hasonlít hozzá, de attól ez egy kicsit komolyabb játék. Aki tud 66-ozni vagy snapszerozni, az ezt mind tudja. És én nagyon sajnálom, hogy a fiatalok ezzel nem foglalkoznak előképpen. Sok minden mással se, mert ők leülnek és egymás mellett ülve csak a telefonon tudnak kommunikálni, még beszélni se beszélnek egymással. Úgyhogy a kártya, a különböző logikai játékok, a rejtvényfejtés, ez mind az embereket összehozza, mert az azonos érdeklődésű emberek megtalálják a kapcsolatot egymás között, és jól érzik magukat, mert tulajdonképpen egy nyelven beszélnek. Úgyhogy én nagyon szeretném, hogyha ez a kártya ez feléledne újból, mert ez egy régi magyar kártyajáték, az 1800-as években kezdték el ezt játszani, akkor kezdtek magyar kártyát nyomtatni, és a magyar kártya napja az december 29-én van, úgyhogy mi is mindig a december 29-én napon fogjuk megtartani az utolsó ulti versenyünket. Hát nem csak szerencsére jöttek, mert vannak Bekecsről, aztán Abaújszántóról, Taktaharkányból, úgyhogy Tiszaújvárosból. Úgyhogy itt a Szerencs környéki településekre itt ilyen 50-100 km-es körzetből jönnek. Hát vannak vagy 80-10, akiknek dolgozni kell, úgyhogy egész Szegedig meg Debrecenig nyúlik ez a kapcsolat. Most 12-en jelentkeztek, de volt, amikor
20 feletti létszámunk is volt. Hát ha ilyen 20 feletti létszámunk kialakul stabilan, akkor fogjuk rendezni ezt az úti versenyt. Mert hát akkor van értelme, hogyha többen összejönnek. A játék régebben nagyon elterjedt volt az országban, amikor a vonaton utazva több csoport is töltötte idejét a kártyás elfoglaltsággal. Manapság sajnos egyre kevesebben ismerik az ultit, amiről Skorvály József úgy gondolja, hogy a játék bonyolult szabályrendszere tehet. Szeretné Szerencsre és a térségbe visszahozni a kártyajáték hagyományát, és reméli egyre több emberhez eljut ennek a híre. Ugyanakkor a fiatalabb korosztályokat is buzdítja az ulti megtanulására, ami segít fejleszteni logikai képességeinket. A versenyen részt vett indulók emléklapot és ajándéktárgyat kaptak, az első három helyezett pedig oklevélben is részesült. Legközelebb december 29-én a Magyar Kártya napján szerveznek versenyt, amivel tovább szeretnék erősíteni a tradíciókat. Terveik szerint az érdeklődés függvényében jövőre minden hónapban szeretnének úti versenyeket rendezni. Az Ondi Betlehemnél gyűltek össze a helyi lakosok december 16-án, hogy közösen ünnepelhessék a karácsony közelettét. Eperjesi Ildikó köszöntötte az egybegyűlteket és felkérte Nyíri Tibort, Szerencsót polgármesterét, hogy ossza meg ünnepi gondolatait. Beszédének elején kiemelte, hogy fontos, hogy a nehézségek ellenére is ebben az időszakban a szeretetet és a békességet kell előtérbe helyezni. Véleménye szerint a várakozás időszakában a nyugalom, a jóság és Jézus Krisztus megszületésére várunk. Örömét fejezte ki, hogy ilyen nagy számban összegyűltek, ez azt üzeni számára, hogy az ember életében hit nélkül nem lehet élni. Jézus Krisztus születésének történetét mindenki ismeri, de úgy gondolja, hogy karácsonykor kerül legközelebb az emberekhez. Ilyenkor kevesebb a rohanás, több idő jut a gondolkodásra. A legrövidebb napokban is van újjászületés és remény, amire szükség van a mindennapokban. A legszebb és legfontosabb dolognak tartja a szeretetet. Azt kívánja minden Ondinak és Szerencsének, hogy öröm legyen a szívükben, amivel pozitívan tudnak gondolkozni. Dr. Kon Zsófia miniszterhelyettes országgyűlési képviselő vette át a szót, aki elmondta, hogy személyesen különleges neki az idei karácsony. Ismertette az adventi koszorú történetét, amit először egy német férfi alkotott meg gyermekeinek a 19. században. Az év ezen időszakában különösen fontosnak tartja a gondoskodást, hogy ne feledkezzünk el a rászorulókról sem. A képviselő beszédét követően a Szerencsi Óvoda és Bölcsöde Lekke csoportja mutatta be ünnepi műsorát. A kicsik versekkel és ünnepi énekekkel készültek erre a napra. Szálljatok le, karácsonyi angyalok, zörgessetek máma este minden dici ablakon, palotába és kunyóba nagy örömet vigyetek, boldogságos ünnepet. Helyüket a hajnali néptánc együttes vett át, akik először egy népi éneket adtak elő. Szárnyán a föld felett, bátran szalván zengedezzünk néked, szép csillag. A szeleknek ülünk szárnyán, a szeleknek belünk szárnyán, a földelnek bátra szalván zengedezünket szépen. A dal után látványos néptánc mozdulatokat láthattak a megjelentek, további énekekkel és eszközökkel színesítették bemutatójukat.
Zenés táncos előadások után Galgóci Ferencné szavalt el Imádkozz gyermekem című saját karácsonyi költeményét. A történelmi egyházak képviseltében Balázs Pál református lelkész osztotta meg ünnepi gondolatait. Felidézte Jézus Krisztus születésének történetét, a kisteret meglátogató angyalokat, a bölcseket és pásztorokat. Az, hogy egészen Betlehemig mentek ezek az emberek, azt mutatja, hogy a született gyermekért félretették félelmeiket. Napjainkban nem kell ehhez Betlehemig menni, elég, ha lelkünkben megtaláljuk a jászolt, ahol az újszülött fekszik, és akkor átéljük a karácsony titkát. A lelkész meggyújtotta az adventi koszorú harmadik örömet jelképező gyertyáját. A megjelentek közösen elénekelték a Dicsőség, melyben az Istennek című egyházi dalt. Az esemény további részében a megjelenteknek forró tával, forralt borral és apró süteményekkel kedveskedtek. Az ünnepekre hangolódás jegyében adventi hangversenyt rendeztek Szerencsen a Kisboldogasszony római katolikus templomban december 13-án. A helyszínen Eperjesi Ildikó köszöntötte a megjelenteket. A karácsonyi ünnepkör szépségeiről szólt köszöntőjében, amihez hozzátartozik a béke, a szeretet és az együtt töltött idő. Először a Bolyai János katolikus általános iskola műsora következett. A műsor Bihali Lilla Ibolya tanította be és kísérte zongorán a szép szólamokat. Többek között felcsendült a dalok között, például az Ó gyönyörű szép című karácsonyi ének és Pintér Béla Él a remény című száma is. Ezt követően a Hegyaljai Pedagógus Kórus ünnepi előadását hallhatták a megjelentek. A kórus szívből jövő előadásával és összehangolt éneklésével nem csupán szórakoztatta, hanem mély érzelmi élményt is nyújtott a hallgatóságnak. Jöjjetek, jöjjetek, Krisztus dicsérni! A soron következő fellépő a jól ismert idén 100 éves szerencsi férfi kar volt Gebri József karnagy vezénylésével. Karakteres előadásukkal újabb színes réteget hoztak az adventi hangverseny hangulatához, méltó módon folytatva az ünnepi öröm megosztását. Az esemény záró produkcióját a Bocskai István Katolikus Gimnázium és Technikum diákjai adták elő. Előadásuk során fényt varázsoltak a teremben, elhangzott például a Sötét fenn az ég kezdetű ének. Utolsó dalukban bárki becsatlakozhatott, hogy közösen énekeljék el a Csendes Éj című ismert meghitt ünnepi számot. Csendes Éj, drága szent éj. A rendezvény végén a közönség hosszú tapssal fejezte ki háláját a fellépők felé, akik összességében egy felejthetetlen adventi hangversenyt teremtettek. Az esemény lehetőséget teremtett a helyi közösségek számára arra, hogy együtt ünnepeljenek és megoszthassák az ünnepre készülődés örömét.
A karácsonyra készülve adventi lelki napot tartottak a Bolyai János Katolikus Általános Iskolában december 20-án. A Kulcsár Anita sportcsarnokban gyülekeztek az intézmény diákjai és oktatóik, ahol Szabóné Drozda Orsolya, az iskola igazgatója köszöntötte őket. A negyedik gyertya meggyújtása előtt az irodalmi színpadosok műsorának megtekintésére invitálta az egybegyűlteket. Verseket hallhattak, valamint ünnepi meghitt dallamokkal is készültek. Az adventi koszorú negyedik gyertyája a szeretetet jelképezi. Ez a gyertya került meggyújtásra, ami már a karácsony sürgető közelségét mutatja az ünnep eljövetelét. Ezt követően az 5. évfolyamosok mutatták be az intézmény hagyományai szerint megrendezett betlehemi játékukat. Felidézték Jézus Krisztus születésének történetét egészen Betlehembe és a kistett fedezékül szolgáló jászóba visszarepítve a nézőket. Az előadás színes jelmezekben és díszletek között zajlott, melyek hűen tükrözték a bibliai történet atmoszféráját. Mária és József Betlehem felé vették az útjukat, de a városban nem találtak szállást, ezért egy istállóhoz vezetett az útjuk, ahol megszületett Jézus Krisztus. Az angyalok a pásztoroknak és a bölcseknek is hirdették a jó hírt, akik a csillagok vezetésével eljutottak az újszülött messiáshoz. A hosszú utat megtett pásztorok és bölcsek ajándékokkal tisztelték meg a kis Jézust, ünnepelve a szent születését. Az ünnepi műsor ezzel véget ért, de a nap folytatásában meghallgathatták még az énekkarosok előadását is. A kórus december 13-án szerepelt a városi adventi hangversenyen. Az ott elhangzott dalokat hozták el iskolatársaik számára is. Tisztelt nézőink! Műsorunkat megtekinthetik az interneten is, a Globa Televízió YouTube csatornáján, az applikációnkban és a közösségi oldalunkon. Észrevételeiket, javaslataikat az info@globotv.hu e-mail címre várjuk. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket! Friss híradóval legközelebb jövő héten szombaton 17 órakor várjuk Önöket. Nézzenek minket továbbra is, viszontlátásra!